Három év múlva ünnepeljük az ország egyik legismertebb történelmi eseményének, a Mohácsi csatának az 500. évfordulóját. A 2026-ban esedékes, jelentős eseménysorozat főbb arculati elemeinek kidolgozására pályázatot hirdettek a Mohács 500 projekt keretében. A lebonyolító, szervező a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. Egy nyílt, de részben meghívásos pályázattal az ország és az országnál, hogy mondjam, hogy a mai országhatárokon kívül is gondolkodunk, olyan alkotókat, grafikusokat, művészeket vagy tehetséges embereket várunk erre a pályázatra, akik megfogalmazzák azt, hogy ők milyen arculati elemeket látnának szükségesnek a Mohács 500 projekthez rendelve. Nyilván ez elsősorban egy logópályázat, meg egy kis arculatpályázat, és utána, hogyha ezek közül a zsűri kiválaszt egy jót, amire úgy ítélik meg, hogy akkor ez legyen ennek a nemzeti ügynek a jelképrendszere, akkor egy egész komplet arculatot ki kell majd ehhez dolgozni. A felhívásra április 15-éig várják a pályaműveket kizárólag elektronikus úton. A grafikai és turisztikai szakemberből, történészből, valamint a kiíró és a szervező képviselőjéből álló öttagú zsűri legkésőbb május 31-éig dönt majd. Nyilván ez elsősorban egy logópályázat, meg egy kis arculatpályázat, és utána, hogyha ezek közül a zsűri kiválaszt egy jót, amire úgy ítélik meg, hogy akkor ez legyen ennek a nemzeti ügynek a jelképrendszere, akkor egy egész komplet arculatot ki kell majd ehhez dolgozni. Azt várjuk, hogy nagyon sokan rámozdulnak erre a kezdeményezésre. A nyertes pályázó nettó 400 ezer forint díjazásban részesül, de hirdetnek második és harmadik helyezettet is.